Édesapámtól örököltem ezt meg, vagy gyerekkoromban is, hogy mindig lesz valahogy, mindig megoldódik, nyugi, megtörtént, engedjük el, és ez nagyon-nagyon sokat segít. A videó legelején egy furcsaság magyarázatra szorul. Interjú előtt pár nappal a Virág és Európa bajnok Katus Attila egy baráti futballozás során sajnálatos módon eltörte a lábát. Riport alanyunk ettől függetlenül derűs hangulatban fogadott minket otthonában. Arról kérdeztük, hogy a koronavírus milyen változásokat hozott edzői karrierjében, és hogyan kellett újra gondolni a életét. Szerintem én rögtön az elején felfogtam. Amikor még itt beszélgettünk az emberekkel, vagy találkoztam, és még az emberek nem gondolták, hogy akkor ez pár hét, meg ez az, én rögtön éreztem, hogy ez kb. 2 évig fog tartani, és azt is tudtam, hogy ha valakinek a szakmája érintett lesz, akkor az enyém, hiszen nekem pont az a lényeg a munkámnak, hogy sok emberrel találkozok, fellépek, színpadon vagyok, és ez nekem egy jelentős bevételforrásom is. Én nem azt néztem, hogy mi az, amit nem tudok tenni, mert az egyértelmű volt, hanem megnéztem, hogy mik a lehetőségeim. Az egyik értelemszerűen a két irányvonal volt, egyik az, hogy hogy tudok segíteni azoknak az embereknek, akik most engem hiányolnak, akiknek ígértem segítséget, akiknek stb. És tudtam, hogy ez egy nehéz helyzetbe kerülnek emberek, ezért mindenképpen egy online edzés programot gondoltam, hogy akkor az menjen rendszeresen, hogy ezek az emberek tornázni tudjanak, hiszen tudjuk jól, hogy a betegséget legjobban egy jó egészséges testtel tudjuk, és egészséges állapottal, fizikális mentális állapottal tudjuk elkerülni. Egy átfogó programot kezdett el írni, ami a testmozgás mellett táplálkozási tanácsadást is tartalmaz, másrészt pedig folytatta óráit online. Keresztbe nyúlsz! Keresztbe! Tükörképszerűen, gyerekek! Tükörképszerűen! Kereszt! Érdekes volt, mert nekem azért volt némi tapasztalatom, hiszen én nagyon sok DVD-t forgattam már stábbal is, de volt, hogy már a saját magunk is forgattunk dolgokat. Úgyhogy van némi tapasztalatom a kamera előtt, hogy kell, mert kicsit más műfaj, ez egy kamera előtt tornát tartani, mint mondjuk nagy színpadon, vagy kis közönség előtt, tehát ez mindig egy picit más, és adaptálódni kell hozzá. Tehát volt tapasztalatom, meg is volt a technikai háttér, ma már egyébként egy jó mobiltelefonnal is hát lehet valamiféle jó anyagot csinálni, tehát volt segítségem is benne, tehát ilyen szempontból én egyébként úgy tudom, hogy talán az első voltam. A nagyok közül, ismertebbek közül talán az első voltam, aki ezt meglépte, de éppen én úgy gondolom, hogy úgy emlékszem vissza, és nagy az érdeklődés is, hiszem, hogy talán 10 000 ember tekintette meg, hogy most ez hány ember tornázott, azt nem tudom, viszont azt tudom, hogy nagyon sok levelet kaptam. Tehát olyan leveleket kaptam, akik azt mondták, hogy az igazság, hogy nagyon el vagyok csüggedve, el voltam szontyolódva, jött ez a program, beálltam tornázni, és most tényleg ráálltam, rendszeresen csinálom, és sokkal, de sokkal könnyebben viselem a nehézségeket, hogy szebbé tesz ez a napomat. Hozzáteszem, hogy mivel akkor nagyon sokat ültünk így a kollégámmal, hogy dolgoztunk, hogy nem voltunk formában, hogy volt egy-egy rész, amikor kikapcsoltuk így a kamerát, és így egymásra néztünk, hogy te, én majd meghaltam. Hogy persze a veszteségek ellenére nem úgy éreztem, hogy én most kevesebb lettem, hanem úgy éreztem, hogy több lettem. És ezért tettem is. Mert azért azt is megtettem volna, hogy kanapé, elheveredek, és az összes sorozatot megnézem, amit eddig nem láttam. Persze azt hozzáteszem, hogy néztem sorozatokat, mert az is bakasista volt, hogy sorozatnak neki sem álltam régen, mert hát az esélytelen, hogy sorozatot nézek, és néztem nagyon jó sorozatokat. Tehát, hogy még arra is volt idő, de mellette nem voltam inaktív, hanem sportoltam, és dolgoztam, fejlesztettem magam, üzletileg is próbáltam fejlődni, és belefértek olyan dolgok, hogy család, szeretteim, és még egy sorozat is, tehát jó kis időszak volt, és tényleg azt mondom, hogy én tényleg kihoztam belőle a maximumot, amit ki lehet. Mi sem bizonyítja jobban elhivatottságát, mint hogy pár hét után járó gépszel ugyan, de újra személyesen tart edzés tanítványainak. Ahogy a 4 hét lejárt, én rögtön rá is álltam a lábamra. Ez azt is jelenti, hogy el is kezdtem dolgozni, hiszen a vendégek nagyon vártak rám. Addig is mondtam, hogy sportoljanak, maradjanak mozgásba, úgyhogy ma fogom lecsekkolni őket, hogy mennyire sportoltak.